Május 4-e óta ismét kinyithatnak a vendéglátóhelyek, igaz csak azok, amelyek rendelkeznek kelt helységgel. A zárt részeken való vendégfogadás továbbra is tiltott. Ez a lépés a mentőöv a szakmának, fogalmazott Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hát az ágazat az teljesen le volt robbanva, gyakorlatilag egy olyan 10-20%-os szinten működött, hiszen csak kiszállítást végzett, hosszabb távon ez nem is lehetett volna fenntartani, tehát mindenképpen kell egy kibontakozás. Ez egy első lépésnek jó, de követnie kell egy második lépésnek, amikor bent is lehet már forgalmazni, például mind Ausztriában, ahol kint is, meg bent is lehet. A vendéglátók megkönnyebbüléssel fogadták a nyitás hírét, hiszen sokan gondolkodtak már a végleges bezárásról is. Szekszárdon több olyan egység is működik, ahol a szabad ég alatt vagy nyitott teraszon fogyaszthatnak a vendégek. Nagyon örülünk, hogy most az itt fogyasztási lehetőség is megjelent, és teljesen próbáljuk az előírásoknak megfelelően biztosítani a vendégeinknek a biztonságát. Éppen ezért az asztalokat is 1,5-2 méter távolságra helyeztük el egymástól, és éppen ezúton szeretnénk megköszönni a szekszárdi önkormányzatnak, hogy biztosította azt a lehetőséget, hogy ingyenesen tudjuk ezt most igénybe venni. Időszerű volt egy kicsit kinyitni itt a terasz meg az árkélyek itt a vidéki éttermekben igazából. Végét járja szerintem már mindenki, úgyhogy ez egy jó lépés volt. Azt gondolom természetesen azért a higiéni előírásoknak megfelelően, tehát senki nem jön be, mindenki maszkba dolgozik egyébként a személyzet közül is, úgyhogy erre azért a lehető legjobban odafigyel mindenki. A kormányrendeletben megfogalmazottak ellenőrzése továbbra is a rendőrség feladata. A rendőrség feladata annak ellenőrzése is, hogy az éttermek, valamint a vendéglátó egységek teraszán a személyek megfelelő módon használják a védőeszközeiket, a megfelelő távolságot betartják-e egymástól, illetve hogy a belső helyiségekben tartózkodnak-e. Aki ilyen, ezeket a korlátozásokat megszegi, azokkal szemben a rendőrök eljárnak, alapvetően figyelmeztetésben részesítik őket, de bizonyos esetekben helyszínbírsággal is sújthatók. Sörözni külső téren étkezni tehát lehet, de szigorú előírások betartása mellett. Az esetleges szabálysértés ugyanis sokba kerülhet a vendégnek és a vendéglátónak egyaránt.